Idén Budapesten rendezték meg Európa legkülönlegesebb kerékpár versenyét. A verseny szokatlansága, hogy benti helyszínen kellett a versenyzőknek teljesíteni az akadályokat. Vendégünk Vizsai Dániel, az Árkád Budapest bevásárlóközpont igazgatója és Palotai Gábor kerékpár versenyző, aki kategóriájában 10. helyezést ért el. Hát gratulálunk elsősorban, és köszöntjük Önöket, illetve téged itt nálunk. Hát hogy is jött az ötlet egészen pontosan, hogy bent versenyezzenek ezekkel a kerékpárokkal? Igen, szeretettel köszöntünk mindenkit, örülök, hogy itt lehetünk. A budapesti Árkád tavaly éve volt 15 éves, és a megnyitása óta folyamatosan arra törekedtünk, hogy kilépjünk ebből a hagyományos bevásárlóközpont szerepből, és egy élményközpontú közösségi térré váljunk. És az elmúlt évek azt igazolják, hogy ez sikerült. Több száz különböző rendezvényt szerveztünk meg, és igyekeztünk olyan ötleteket megvalósítani, amik Budapesten, vagy mondhatom akár Magyarországon is ugye egyedülállóak, ilyen a Dámmol. Amikor leültünk közel 4 éve a szervezőkkel először beszélgetni, akkor tudtuk, hogy ezt a lehetőséget meg kell ragadni, és így most már 3. évben adtunk helyet a budapesti Árkádnak ennek a rendezvénynek. Biciklisként mire kell figyelni? Mert hát nem tudom, én arra gondolok, hogy ilyen extrém versenyzők a hegyről ezerre jönnek le, de hát itt mozgó lépcsők vannak, meg üzletek vannak, meg speciális kő van, tehát ti a biciklivel mire figyeltek? Hát elsődlegesen a legjobb eredményre, amit csak ki tudunk magunkból hozni, de igazából itt ugye az egyetlen dolog az, hogy ugye tudjuk azt, mivel a pálya nagyon rövid, nem szabad hibázni. Ugye ez mutatja is, hogy 10. lettem, nem ez lett volna a cél sajnos, viszont ugye arra kell odafigyelni, hogy ne hibázzunk, és hogy a tapadást maximalizálni tudjuk ezen a csúszós márványon. Igazából maga a mozgó lépcső a legkevésbé problémás helyzet, mert ugye csak egyenesen kell menni, viszont a márványon be is kell fordulni. Aha, és ez például ki határozza meg, nem tudom, hogy kihez forduljak, hogy mondjuk milyen lesz a pálya, mert hogyha jól tudom, akkor több kategóriában indulhattak a versenyzők, de mik voltak ezek a kategóriák? Tehát gondolom a tempó az mindegyiknél fontos volt, de hogy volt, ahol ügyességre volt szükség, volt, ahol gyorsaságra. Melyik pályán hát, mi így volt a pályák kialakítások általában a szervezők és a helyszínt nyújtók között szokott eldőlni, tehát a kommunikációval fogják, vagy szokták ugye kialakítani a pályát. Ugye kell a szakmai tudás is, meg ugye minden más, ami ugye a rendezvényhez kapcsolódik. Igazából ugye volt 4-3 darab számbocsánat, ugye a mountain bike freestyle és a BMX freestyle, ahol ugye Szabó Konrád barátom is részt vett, ahol 2. helyezést ért el, úgyhogy gratulálunk neki. Viszont ugye ott pontozásos rendszer van, nálunk viszont időre megy. Aha. Bocsánat, Gábor, ugye említetted, hogy volt mountain bike és BMX is. Itt mi látjuk a te biciklidet, ez valószínűleg BMX talán? Félve kérdezem, mert én amikor utoljára BMX-et láttam, hát annak köze nem volt ehhez. Annyiban különbözik, hogyha így külső szemlélők vagyunk, egy BMX vagy egy mountain bike, hogy a BMX-nek kisebb a kereke. Tehát egy BMX-nek 20-szoros kerekei vannak, egy mountain bike-nak 26-szortól felfele. És akkor ez melyik is? Ez mountain bike. Na tessék, hát akkor jól tippeltem. Ugye? Hát nem. Szervezőként mire kell ilyenkor figyelni? Mert hogy ugye... Igen, a pálya kialakításával kapcsolatban ezt hozzá kell tenni, hogy azt a szervezőkkel közösen találjuk ki. Uh-huh. Minden évben igyekszünk valamit ugye változtatni a pálya hosszán. Nagyon nagy szervezést igényel. Ha hát azt veszük figyelembe, hogy az Árkád legfelső, ugye 3. szintjétől, tetőparkoló szintjétől egészen a minden egyes szintig, ugye 5 szint van, addig folyamatosan a pályát ki kell koronozni. Nagyon fontos, hogy ilyenkor ugye összeszűkülnek a terek. Nem csak a képített pálya miatt, hanem ilyen rendezvényt követően, vagy ilyen rendezvénykor gyakorlatilag az átlagos Árkád napi látogatószám 30%-kal megnövekedik. Ez is mutatja a rendezvény sikerességét. Tehát rengeteg ember van, rengeteg ember nézi, és ugye nem csak a versenyzők biztonságára kell odafigyelnünk, hanem a látogatók biztonságára is. Éppen ezért emelt őrszolgálattal állunk igazából készenlétben, illetve 2 mentőkocsi is folyamatosan a helyszínen van, hogyha bármi történne, de lekopogom, hogy eddig komolyabb sérülés nélkül sikerült mind a 3 rendezvényt megúszni. És akkor közben én bátran vásárolgathatok akár a drogériában, miközben mondjuk a párom, vagy a gyerekek, vagy a család pedig figyelemmel kíséri a versenyt. Így van. De akkor az zavartalanul folyik a bevásárlás nálunk. Mit lehetett, vagy mit lehet nyerni? Mi volt a nyeremény? A nyereményt a szervezők adják, tulajdonképpen 4 futam van, és ugye futam győztesek pénzjutalmat kapnak,
Gábor ebből bővebben tud beszélni, hogy pontosan. Hát ugye az első három helyzet van díjazva, igazából ezért is volt ez a nagy hajrázás, amit a végén nem sikerült nekem nagyon sikeresen teljesítenem, mert a harmadik köröm lett a legrosszabb idő. Viszont amikor az első kört lefutottam, akkor egy 300-dal voltam a dobogóról, úgyhogy egy mondhatni vérszemet is kaptam, de mindegy, elizgultam. Úgyhogy az első három helyzet az általán a pénzdíjazást kap különböző összegekben, amit a rendezvény végén készpénzen kap meg. Amúgy meg ugye megjelenés, stb. Tehát az Árkádban nagyon sokan látogatnak el, és ez ugye a támogatóknak is egy hatalmas reklámfelületként tud szolgálni. Vannak-e nektek versenyzőknek biztonsági követelmények? Teszem azt felszerelés kapcsán, milyen védőruhát kell hordani, vagy a biciklinek van-e valami általános egy ilyen checklist, amit végig kell menni rajta, hogy na, ha ezek megfelelnek, akkor indulhatsz el a versenyen? Természetesen van, tehát hogy a Balázs is kiemelte, mindenféleképpen a biztonságot kell előtérbe helyezni. Ugye teljes arcvédelmes is kell viselni, ajánlott a kesztyű, térdvédőnek a használata, és ezen kívül, hogyha mondjuk az Árkádból, vagy hát az Árkád keretein belül, Árkád keretein kívülre nézzük, tehát már a nemzetközi mondjuk világversenyekre, a hegyeken, ott viszont már tényleg van ilyen checklist, hogyha azt nem hordja az egyes, azt nem hordják a versenyzők, akkor nem is indulhatnak el. Kell, hogy az embernek legyen valamilyen múltja, nyilván azon túl, hogyha eredményt akar elérni, vagy én most hazamegyek, összedem a felszerelést, a biciklimet, és akkor egyszer csak elindulok. Magán a Dunmore rendezvénysorozat az meghívásos, tehát ott nem lehet mindenkinek elindulni, viszont hogyha egy más külföldi versenyen el szeretnél indulni, vagy bárki el szeretne indulni, akkor arra van természetesen lehetőség, különböző kategóriák vannak, és abból ugye attól függően, hogy milyen előképzettséggel rendelkezik, hogy van-e versenyengedélye, van-e mondjuk mondhatni kvótája, tehát van, ahol pont kell ahhoz, hogy induljanak a versenyzők, annak függvényében tud ugye a versenyen részt venni. Mi a következő állomás? Azt lehet tudni, hogy mondjuk neked mi a következő? A következő állomás az most Prágában lesz, a Dunmore-nak a záró futama. Én el szeretnék látogatni, abból kifolyólag, hogy revansot vegyek most ebből a rossz teljesítmény, emiatt a rossz teljesítmény miatt. Úgyhogy hát Prága a jövő hétvége, és utána meg április 3-án az Európa-bajnokságra fog kiutazni. Na és az Árkádnak mi a következő őrületes rendezvény, amit kitaláltok? Lesz hasonló extremitás mondjuk most tavasszal? Lesz. Nem kell várni a Dunmore egy évet kell várni. 2019-ben, februárban megint lesz nálunk a Dunmore futam. Idejében is kedveskedünk különböző rendezvényekkel. Ugye március második hétvégén lesz Árkád kuponnapok. És amit kiemelik még az idei év rendezvények közül, augusztus hónapban ismét lesz nálunk a hatós mozi. Nagyon sikeres volt a tavalyi évben, egyedülálló rendezvény ez is, úgyhogy szeretettel várunk mindenkit. Ott a helyünk, köszönjük. Köszönjük szépen.